Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, Damb és Damber Edition. Csárli vagyok, akik ma pedig velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pivko Krisztián, alias Mújó. Hát az jobb lett volna, hogy Pivko Krisztián, alias Damber. Mert ugye Damb és Damber. Jaj, te úgy értetted a Damb és Dambert? Hát, mert te hogy... Mindegy. Hát én úgy értettem, hogy az asztal bal felén, az egészségügyi szaktárca képviseletében helyet foglalt Damber Dumb, és Zomborgábor. <laughs> én így értettem. Majd mindjárt rátérünk arra, hogy mi volt ez a, ez a bevezető, de, de. De a bizottság nem támogatja. Igen. Történt veletek valami a nem alváson, olvasáson, fordításon, ö, idegeskedésen kívül a héten? Ja, visszajött egy csomagom. Nekem még nem jött vissza a csomagom, engem meg ez idegesít. Bár állítólag fejlemények vannak. Én nem az azért majd be beszámolsz róla? Hát azért igen, csak én most úgy vagyok már mindennel, hogy tudod, az a fizetés jött meg, amit már elköltöttem, tehát majd, ha, majd, ha már itt látom magam előtt, akkor... Nem akarok semmit elkiabálni. Jaj, dehogy nem tudom, mi történt velem a héten. Ha, hát, hogy ne tudnám, mi történt velem a héten. Hosszú, hosszú, több mint húsz éves hagyomány szakadt meg. Tudom. Tört derékba. Igen. Lett egy zakóma. Mondhatni, zakóztam. Uh -huh. Zakóztam egyet. Hát mit mondja Krisztián? Egy élmény volt. <laughs> Hát most nem az, ja várjál, akkor ez az zakó került annyiba, mert akkor viszont, akkor viszont ahhoz képest nézhet neki jobban is, de, de sokat dob rajtad Krisztián. Meg kell, hát, hogy jegyezzem. Nem egy millió szijjártóféle jakó, zakó, de azért meg me, megadja a módját. Vicc, hogy nekem is tetszik, tök jó. Annak idején, amikor nekem voltak ilyen zakóim, akkor az a hős cincér szabású, lóg rajtad, mint tehénen a gatya, és semmi nincs behúzva a, a, a derekánál, meg ilyenek voltak. De ezek a mostani modern zakók, ezek nem is olyan guztustalanul mint régen voltak az zakók. És ha ezt tudtad volna ezelőtt, tíz évvel, lehet, hogy már tíz éve zakóban járnál? Nem hiszem, nem hiszem, de egészen komolyan mondom, hogy ha nyakkendőt lát rajtam bárki, akkor akkor kérem, ott helyben végezzen velem. Annál fogvalógatunk majd föl, de de ez a, ez a, pólózakó, ez, ez teljesen jó kis outfit De volt. Miért, miért uh, van neked ilyen nyakendő fóbiád? Hát de nem tudom, föltűnt de hogy a formális viselet nem kifejezetten a, a, az én területem. Tehát nem ilyen életem, dress nem azt nem vágod? Nem, nem kifejezetten szeretném vágni a dress vagy... De vagy... szerintem ő vágja a csak van olyan, <suk> amit életében nem akar súdba, hordani. vágja. <suk> Christian, Christian az valószínűleg mongol. Pesten volt, vagy nem tudom, hogy van még most is biztos mongol étterem. A mongol ilyen barbecue, igen. De ott bárány szemet esznek. Esznek és a szarmat, vagy nem tudom. Egy időben az alvásdiagnosztikusok ott tartották az éves konferencia utáni összejövetelüket, és bement, és így levágták a nyakkendőt a nyakadból, de rendesen késsel. De hát és azt, kitették azt a falra. De azt nem csak nekik, azt mindenkinek. Hát mindenkinek, igen. 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 Tehát az Krisztiánnak kedvenc élett volna. Hát ez neke, nekem is volt ilyen ö, élményem ott, de mikor közelített és mondta, hogy megkérdezte, hogy vághatom? Nem. Uh -huh. Érted? Azért mégiscsak egy sejjem nyakkendő volt, basszus. Szijjártótól kaptad mi? Ja, azt meséltem neked a, a... doktorhausba, hülye vagyok a tisztelt házban, hogy. <laughs> Doktorhauszba, hogy már ilyen sztorikat hallottam, hogy hát azért kell, kellett, érted, kellett kidobni azt a zakót, mert hogy hát a fifi az még, még nem hallottad, mert hogy azt mondta, hogy hát sok utazással jár, kihajtogat, behajtogat, most a téli időszakban van, hogy két fokba kimegy, aztán utána be a lakásba, húsz fok, és így Krisztiáldal egymásra néztük, hogy bazd meg, az a kurva hőtágulás, meg hőhíd van a zakójában, vagy nem tudom. <gül> Repedések <gül> alakulnak ki a zakó felületed, és hát azért már mégsem már, nem már. Ez, hát meg elvárható, tehát érted, nehogy már az meg egy másfél milliós öltöny, to tovább legyen rajtad, mint két Év, hát faszom. Mikor úgy reklámozzák, nem reklámozzák, ez örök élet meg egy nap az a, az, öltöny, tehát az ilyen, azt mondják, hogy 30 évre veszed azt az öltönyt, vagy zakót. Hát ehhez képest a Péternek sikerült ezt, ezt lekukázni a két év alatt. De az az Isten csapása legalább vágta volna ki a nevét belőle. Ó Istenem. De ez tiszta hülyék ezek, basszus. Hát annyi hatalom koncentrálódik a kezükbe, és itt nyávok szaros két fok miatt. Miért nem tiltják be a két fokot? Azt mondják, 5 igen, kilenc nem, nem lesz két fok. Bizottság leszavazta, ennyi. ennyi. Emlékeztek a, a Csinébabába, és az ötödik lottószámot hónap a népszabadságban olvashatják. Én már pedig azt mondom, hogy Két képviselőtársaim, ki az, aki támogatja a Igen. Öt, igen. Ki az, aki nem támogatja? Kilenc, nem. Tartozkodás nem volt. A bizottság nem támogatja a módosítójegeseket. Tehát nem támogatjuk a telet sem. Hát nem. Érdekes volt egyébként ez a... Ez a képviselőkháza, nem? Azon kívül, hogy ú tudod, mit csináltunk, Fifika? Remélem, vépeltetek oda bent. Nona! Ki volt az az őrült nagy aki ezt megcsinálta, Mújó? Robert Bernardius Charlie. És sztelt és vépeltem? Nem, nem, bazd meg. Nem bizony. Ah. Mit hittál? Hát, ö, nagy gőze volt, nagy gőze volt, mondjuk. 7-8 ezer anyagot... Basz. Az, az, az. De a, legszebb az egészben az volt, tudod, hogy bemegyünk, ott vannak a kormányőrök, fölrakom a táskát a, a, a röngenasztalra, ezt hogy és ami S a zsebben... a a Nem. Ami a zsebemben van, azokkal, azokat bele, és tudod, mint ami a, ezek az irattartók vannak, aminek az egyik oldala nyitott, csak három oldalról zárt. És egy olyat fú, az egy kurva műanyagkosára nem tellett, na mindegy. Elkezdem beleszórni, belerakom a a dupla aksis fabox modot így a, a Big Tankkal finoman, és közben beszélek, közben átmegy a csomagom, az kurvára nem nézi senki a monitort, beszél hozzám, hogy mit pakoljak. Jó, belepakoltam, átmentem a kapum, visszalomoltam, akkor Krisztián rákérdezett, ő az övet, én se vettem le egyébként az övet, de, de sikerült átcsusszanunk a de egyébként esélyt... Puskát kellett volna hozni. Esélyt, figyeltem, hogy volt egy csomó ember, aki így, így odaintett, és elment a kapu mellett. Hát aztán így kurva sok értelme van. Na mindegy, bazi kényelmes nagy bőr, fotelok a, a, halban, vagy holban, vagy akárhogy kifagyik. Az kulú, aulában. Aulában, és aztán mikor gőzlérkedésre akartuk fogni magunkat, akkor megkérdeztük a büfésnénit, hogy hogy hol lehet itt rágyújtani, és jöjjön aranyoskám, megmutatom, arra kell menni, és akkor na, megmondta, hogy hol a dohányzó. Hát úgy képzeld el, hogy mm, kimész, 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 és van valami gazdasági rész részbejárat, ahol pakolgatják az ásramézet, meg a tök tudja még micsodákat, és, és ö, ott lehetett dohányozni, de nehogy megfázzál. Ö, fejmagasság plusz egy méterre, mi az anyám volt ez a lámpa? Kvarc lámpa volt, Krisztián? Nem. Én hogy hívjáknak néztem, birka grillezőnek. Igen, úgy, azon gondolkoztunk újóval, hogy oda megyünk ki, a, megkenjük éve vajkrémmel a kiflinket, rárakunk két lapkasajtot, és így fölemeljük a kezünket, hogy na most csinálunk meleg szendót. Ja. És egész jó pirított, tehát ott, ott frankon fűtöttek a verebeknek szó szerint. Mire végeztünk, Charlie rebarnult. Az, kicsit forognom kellett, hogy tarkóba is, arcba is, mindenhol jó bor. egyébként kiváló. Infralámpa nem, volt, nem, 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 Charlie. Hát tudod az, amit a fürdőszobába is be lehet kapcsolni, és akkor egy sugárzó. Ilyen... Igen, hát egy ilyen, egy ilyen faszom tudja, milyen cső tudom, van benne, tudom. és akkor az ilyen vörös ízik. a fém, tudom. és akkor ilyen csúha. Ezek nem is nem voltak biztos érezik. valami buszos kiránduláson, azt ott vették Bárján, a kétsütővel egy. Most kapcsolok, figyelj már, vörösen ízik, ez nem valami alacsonyra tekert ellenállás volt? Mikro... És miért nem locsoltátok meg likvidde? Mikrokoilba. Hi -hi. Pazaroljuk a drága likvidet. Az lett volna paraszlázó. Az az időkben. Úgyhogy ott ott euh, cigarillóztunk, aztán a, a, büfé az, az volt, tehát hogyha tehetné minden nap oda járnék. Mennyit fizetél a kávéért, Egy presszó kávé 150 forint. Én az ásványvízért, fél literesért 110 forintot, egy fél deci, nem, egy deci rostos üdítő 50 forint volt, abszolút-e vállalható árak Én... voltak. Tökre megértem a dolgot egyébként, mert nyilvánvalóan a képviselői fizetések plusz a költségtérítés mellett nyilván le kell nyomni az árakat, le kell mert nyomni szegények az árakat. Még a végén. Éhen én egyszer, egyszer, voltam valami vidéki rendelőintézet büféjében gyerekek, tudom én, három éve, négy, és így nézd, álltunk a kollégával, és mondjuk a hogy kérünk két kávét. Tejszint kérnek bele, kérünk, igen. Azt mondja, száz forint. Mondom, mennyi? Ez biztos Most még Kádár írta az árlistát neki, vagy nem tudom. Tehát azért így vannak ilyen helyek még az országban. Na úgy, hogy, hogy és akkor így már belecsaptunk az első témába, ugye, hogy a bizottsági ülésen voltunk, aztán aztán vártunk, vártunk, ö, találkoztunk ismerősökkel, mi kicsi a világ, és ö, és innen is ö, csókoltatom Kucsák László Ö, megbol ne, hú, mondom, hogy megboldogult tanáromat, de, de nem. Ő, ő egyébként a, a, magyar nyelv és irodalom, még mindig tudom hamisítani az aláírását Kucsák László, aki egyébként a Fidesz szék sorait koptatja, és mikor ö, rákérdeztem, hogy de hát, Lacikám, hát írtam neked Facebookon, hát itt, itt helyzet van, írtam Facebookon, azt mondja, igen, de bocsánatos bűn az, hogyha én most nem válaszoltam annyi a dolgom, hát mondom, lehet, hogy más megbocsátja, de én nem, mert most kellett volna még egy ember. Úgyhogy kérdeztem, milyen ülésre megyünk, hova megyünk, aztán szépen fölbattyogtunk Krisztiánnal, mert lejött a az msp s hölgy, aki egyébként majd a... Heringes Anita. igen, igen. akit már láttam, hogy te már nagyon-nagyon ismerősök vagytok a Facebookon. Úgyhogy úgy, már senki nem kaparja kertünk. le rólad, hogy pártkatona vagy, és, ö, és ő fölkísért minket, ö, a liftben sikerült összetegeződnünk, aztán beültünk, odatta Krisztián a kinyomtatott papírt, és, ö, és gyakorlatilag utána pillanatokon belül elkezdődött, de nekik nem tudtam azt mondani adás előtt, mikor bekapcsoltam a, a hangrögzítőt, hogy most kéne 10 másodperc csönd, hogy föl tudjam venni a zajt. Kussoljon Tehát... be mindenki! Igen. Kedves kedves Gabrián, kérem, Nem mond, kérem mondja, hogy pipa cica. <laughs> <laughs> Szívvogatod itt a fogad. Gabika? <laughs> nem, tök szép foga van már. Gabika, mondja azt, hogy pipa cica. Pipa húja És és utána elkezdődött az igen, nem, igen, nem öö, nevezetű népi játék. Mély diskurzus. Igen, igen. Úgy, megjött hogy... Damb és Damb Zomborg zomborgábor is. És utána hallgattuk azt az elhíresült mondatot, hogy... A bizottság nem támogatja a Hát ennyi. Tehát ö, lehetett tudni, hogy amikor a mi, oldalunk, a mi oldalunk alatt, azt értem, akik a mi oldalunkon ültek, azt mondták, hogy... Ö, igen, akkor a másik oldal azt mondta, hogy nem. És ö, egyébként nagyon mérges vagyok, mert ö, ott volt például R. Marius, és nem Bernarius, hanem R. Marius, biztos, hogy neki tudja ki az, akit megvertek a... R. Marius, az valami kosárlabdázó, nem? <laughs> Jaj, az a Jordan. <laughs> a a, a, a ne, ne, tudod, az a kis Marius, az öreg, Er Königinnek a, az unokája, aki az, az osztrák kazán csinálta, csak már ja. nem emlékszik ha. rá. És hogy úgy szavazott, hogy nem tudtam, hogy most mi a tök van, hogy hogy, vagy két ember helyett, hogy mindig így, mint egy pisztolyt mutatott volna így, hogy nem tudtam, hogy az azt jelenti, hogy két ember helyett szavazok, vagy mi, és föl se nézett. Azt figyelted, Mújó? Föl se nézett? baz ja. meg mindegyik a, a kurva laptopját bogarázta, és csak így rakosgatták föl a kezüket. Hát, meg közben ment a letöltés. <coughs> próbáltam följelentkezni az ottani wifi-re, hallod? Ö, nem regisztráltam. Még regisztráljak. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, kihez jött, és ezek kitöltendő mezők, tudod? Kihez jött, milyen céllal? <coughs> Anyád. Úú, akkor 3G nyomom. <coughs> Személyigazolvány szám. Azt Havi nem, keresett. <coughs> azt, nem, azt nem kérték el, de... Na hát ezek voltak, és akkor, és akkor hát érdemes meghallgatni, mert föltettük föl a Special Edition podcastet, a, a Parliament edition hogy ez volt, hogy végigmondta a Selmeci, akkor mondta, hogy mi a, mi a módosítási kérelem, akkor azt kifejtette valamelyik ellenzéki politikus, ö, Selmeci megkérdezte, hogy van-e az államtitkárságnak hozzáfűzni valója, Általában vagy nem volt, vagy azt mondták, hogy nem támogatják. Ö, és a következő az az volt, hogy akkor tegyük föl a kezünket. Az egyik oldal föltette 5, a másik oldal föltette 9. És akkor így jött ki ez az 5VS 9. Minden, mindenben, mindenben, mindenben. és ö, És. Ö, nem szorosan a miénkhez, már nem is rögzítettem már, csak a végén, mikor bementünk, akkor, akkor már a gyermekétkeztetésről volt szó, és így utólag belegondolva tényleg vérlázított, a, amit beszélt ott a képviselőnő, aki egyébként a bizottsági tag volt, ugye, hogy most nem támogatták, Igen, és az azt az jelenti, jelenti, és ezt mondta is a Selmeci, hogy nem támogatták, oké, okay, most lekerül a napi rendről. mi lesz a következő? Az, hogy ugyanez, Ö, visszakerül majd hozzájuk ö, januárban. Tehát ugyanit fogják folytatni, csak két hónap eltolták. Addig az, hogy egy gyerek mit zabál, vagy hogy zabál, le van szarva. Fakje, fakje, fakje. Bizony. Én még annyival korrigálnám, amit mondtál, el Charlie, hogy amikor az ECG témában ugye a módosító javaslatokat, javaslatokat, benyújtó képviselők megkapták a szót, hogy fejtsék ki az érveiket, akkor utána a szaktárca általában egy, egy, egy mondatban mondott valami sablonos zöldséget, tehát értsd hazugságot az elektromos szigarettával kapcsolatban, és akkor ennyivel ők le is tudták. Nem támogatják, mert blöblöblöbb. Ez hát, ja, is érdekes és, volt megfigyelni. És azt tegyük hozzá, bocsánat, hogy közbevágok: mm. hogy az eleje az úgy indult, hogy ilyenkor bármelyik fél megkérheti a, a, az elnökséget, a, a, aki levezeti a bizottságot, hogy mivel nála sokkal ö, nagyobb szakértők is vannak, és akkor ezt úgy képzelj el mindenki, mint én ezt múljon neked, mondtam is, hogy ezt én úgy képzelem, el tudod, mint mikor. Mint mikor ö, az amerikai filmekben ülésezik a tanács, és aztán hátulról az elemzőkhöz így hátrahajol a valamelyik, valamelyik miniszter, és akkor, és akkor azt mondja, hogy Ö, nem támogatom, mert hogy hátulról diskurálnak folyamatosan az igazi szakértőkkel. És akkor megkérdezték, hogy a külső szakértők, akik nem bizottsági tagok, kérnek engedélyt arra, hogy felszólaljanak adott témában ezt is megszavaztatták, és ö, kikérték az államtitkár úr véleményét is, hallgassuk. Tehát a szakértők csoportját e, e, sokkal inkább azok a szakértők e, képezik, vagy képezik, akik e, tudományos megalapozottsággal foglalkoztak a témával. E, elég e, komoly elő gondolkodást elvégeztünk, a előegyeztetést, amikor a jogszabályt megalkottuk, ez egy két titul, ez egy segítő eszköz. Előgondolkodást végeztünk, érted? Sokkal inkább tudományosabb felkészültségű előgondolkodók, azok fontosak, ha vannak a háznál. Jövőre indított <hah> ilyen szakot, előgondolkodó szak. Igen, és az mindig úgy, hogy becsöngetés előtt 5 perc. Oké, és oké, és tanfolyam lesz. Igen. A akreditált előgondolkodó. Akreditált előgondolkodó. En ennek a továbbképzése lesz a tudományosan, a, a akreditált tudományosabban előgondolkodó. Én a... nem, én nem gondolkodtam rajta, kérdezzék meg az előgondolkodómat. Ez olyan, olyan lesz, mint a mentát, tudod, a dűnébe. Szerintem most erről kérdezzük meg a selmecit. A bizottság nem támogatja a módosítő Yeah. És ha ő nem akarja, akkor én sem. Érdekes egyébként, tehát én ebből az egészből azt szűrtem le, hogy a szaktárca képviselete retteg attól, hogy, hogy valaki szóhoz jusson, aki nem az ő véleményüket képviseli. És Mert hogy alapvetően... ugye ezután le is lenne írva. Hát igen, 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 ez ugye bekerül a jegyzőkönyvbe hivatalosan, stb. stb. Úgyhogy rettegik ezt az egészet. A másik, ami nekem leszűrődött ebből az egészből, hogy én eddig még próbáltam az új államtitkárunkat így fejben mentegetni, hogy hát szegény biztos félrevezetik, hát a de, demjénék mennek és nyomják az agyába a hülyeséget, de e, e, nekem ma volt szerencsém. A ne rohanj szerencsém. ennyire előre. Ja, ne, ne szaladjak előre, jó, Nem. jó, jó. Én még azon gondolkoztam, bocsáss meg, mondanám. hogy. hogy... Micsoda, micsoda pénzeket elherdálunk, összeszámoltat hányan voltunk a teremben? Hát arra emlékszem, hogy ki volt írva, hogy a terem összkapacitása 160. két nyitott ajtóval, 106. 16. igen, 106, én azt megfelezném, mert csak egy nyitott ajtó volt, és akkor legyen 50, és pupozva voltunk, de legyen csak 40. A helyet, hogy itt mi történt, azt mondták, hogy 5. Igen, 9 nem. Mit kellett volna én a verzióm? Erősebb kutya baszik, ellenzék egy ember, kormánypárt két ember, egy igen, két nem. És akkor három emberrel le van tudva. Meg se kell kérdezni. Körbe se kell írni. Mi a Jó, fasznak? Hát. hát semmi érteme nem volt. Minden. Fifika, én azt hittem a harmadik kérdés után bazd meg, hogy egy kibaszott kabaré... Te tudom, hogy nem, de hogy egy kibaszott kabaréba vagyok. Minden esetben leszámolták öt 9, 5, 9, nem támogat, 5, 9, nem támogat, 5, 9, nem támogat. És ez ment be meg folyamatosan. És az érdemi résszel, hallott Krisz, hogy volt? 11-kor kezdtünk, a kezdtünk, a kezdődött ez az egész, és szerintem 20-kor már mentünk lefele a büféhez. Tehát a mi részünk addigra vége. Jó, hát jaj. ledaráltak, az meg annyi pontot, tak, 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 így. Semmi, egy értelme nem volt, az ég a világon. Én néztem szegény, szerencsétlen ellenzéki képviselőket, és, és én a helyünkben lennék, én nem tudnék kikelni reggel az ágyból az, abban a tudatban, hogy egy újabb napot fogok a semmiért eltölteni egy bizottságban, ahol tépem a számat azért, hogy aztán rendre minden egyes Lesz alkalommal eldúzeroljon a, a Fidesz gépezet. Egészen elképesztő. Tehát azért, azért van értelme, hogy elmondták, amit elmondtak, hogy majd írásban nyoma lesz ennek. De, Erce, persze, de Egyébként de semmi, hogy... egyébként semmi. Vagy vagy úgy kéne, hogy oda megyek, ne húzzuk az időt, itt van, amit el akartam mondani, fűzzék le, iktassák, és akkor egyébként tudjuk, hogy nem, menjünk tovább. Tehát nem, megyünk az, az vagy valami. értem én, hogy mikor arról kell beszélni, hogy mit tudom is én, hogy, hogy legyen több szolgálati V12, hallasz? Hallasz? Ja jó van, téged nem hallottál, elment, a... elment a hangot, mikor Én se, én elment a hangot, Csálni. Jó, itt vagyok folyamatosan. Tehát, mikor, ö, mikor arról beszélnek, hogy legyen-e mondjuk öttel több szolgálati V12-es Audi faszom, tudja, A48-as a flottában, azt akkor úgy szeretné az ember azt, hogy igen, nem, oké, ezt megértem, hogy köti az övet a karóhoz. De az meg, itt egészségről beszélünk, és és a pártkatonák eldöntötték, hogy azt mondták, hogy ha én azt mondom, hogy igen, akkor mindenki azt mondja, hogy igen. Leszarom, hogy mi... Tehát el nem mondja már nekem valaki, De hogy Charlie, párt ezek állástól sz, Ezek függ. szerinted bármit is elolvastak ebbe a témába? Persze. Elolvasták. Azt, hogy, hogy ott volt a kérdéseken. Gondolom, nekik úgy volt fénymásolva, hogy hogy mellé volt írva, hogy erre azt mond, hogy igen, arra azt mond, hogy igen, amarra, hogy igen. Ilyen Tehát szamár a... vezető, nem? Az meg, figyelj, nem ja. mondok nevet, hogy kiült velem szembe, de Krisztián, te tudod, föl se nézett a monitorból, az meg, nem is tudta, hogy mi a faszomról van szó. Mikor elhangzott az a szó, hogy és a kormánypárt képviselői ki szavaz igennel, és föltette a kezét, az meg, és ennyi. Azt se tudta, hogy mi a faszomra szavaz. Szavazombi. igen, igen, idomított majom. Szavazombi. Szava Hát csak annyira elképesztő színjáték az egész, tehát értelmetlen, és persze ez És a várjál, demokrácia, és akkor mit fognak tudni elmondani? De ez nem demokrácia, Meg Kriszti. Persze, hát innentől kezdve ez már nem, hát értelmetlen De Krisztián, emléksz, hogy mit mondtak az elején, hogy a, megtörténtek a, a, kormánypárti, az ellenzéki és az egyéb civil szervezetekkel történő egyeztetések. Ezt elmondta a Gabriella. Igen, 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 Tudod, igen. mi történt? Az anyát történt, bazd meg, de nem egyeztetés. Két nap, egyeztetés. Az a egyeztetés, hogy elmegy a tévébe az a majom, és utána elmondja a fasságait, és ott téged meghallgatott? Nem. Beszélt veled? Nem. Milyen egyeztetés? És akkor azért mi van? Azért van, mert és... én nem vagyok tudományosabban előgondolkodó. Nem, azért, azért, mert neked is gyurnot kéne, azt ha valami olyat mond, ami nem tetszik, nyakombaszod. De... És akkor erre kapcsolódnék, hogy az a kurva nagy ö, szolgasság, hogy ezek baz, meg miattunk ültnek ott a picsájukon bazd meg és verik a faszukat. Ö, mi történt, Krisztián, miután elementünk ö, a minket érintő rész után, és távozott az államtitkár úr is, és oda mentél hozzá, hogy csak egy kérdésem volna. Igen. Igen, igen, és akkor ez lesz a befejező fele az előző gondolatomnak. Elcsíptem az államtitkár urat, amint kizsilipelt ott a beengedő kapun. Tudom, hogy csak egy kérdést szeretnék föltenni, mégpedig azt, hogy egy szikrányi kétség nem támad bennük az igazuk kérdésében, miután a 16, szak, 16 oldalas szakértői anyagukat körülbelül három nap munkányi, három nap munkával egy 60 oldalas dokumentumban cáfolja az Egyesület, erre mit válaszolt, nyugodjanak mit? bele, nyugodjanak bele, ez a nem dohányzók védelmében van. Erre én azt mondtam neki, hogy de hát államtitkár úr, erre pedig ő azt mondta, mondhatom? Mondhatod. Egy kérdésről volt szó. Kurva fontos meg. ember vagyok bazd meg. Azt a kurva életbe! De nézzük el neki, hogy még nincs akkor a rutinja felszólalásban egyébként a parlamentnél, de ezt bazd meg, ezt már sikerült magáévá tenni egy kibaszott Hollywoodi celeb. Csak egy kérdésről volt szó faszt celeb, egy troll bazd meg, egy troll, érted? Látod. Itt akkor befejezném az előző gondolatmenetemet, amit félbeszakadjuk, hogy ne szaladjak előre. A másik, amit tisztán látszik a mai nap után, és mint említettem, én próbáltam fejben mentegetni, hogy hát szegény, biztos beüvítették, félrevezetik ezeket a demények, stb. Nem. Ezek után, hogy ezt így az arcomba mondta, és nem az egy kérdésre gondolom, nyugodjon bele. A nem dohányzók védelmében van. És az összes sablonválasz, amit toltott menet közben, Innentől kezdve nem tudom már tovább mentegetni, ő is pontosan ugyanúgy benne van, vagy ki van adva neki parancsba, hogy ez lesz. Ugyanúgy bűnös. Eladták a lelküket 13 ezüstért. Szent Csecsília, remélem letekintesz rájuk, hogy forrázza le őket a csapba meg szoruljanak be a gőzbe, amik ótusolnak. Hihetetlen. Na, Béláim, de... előgondolkodjunk. előgondolkodjunk. Hogy érzel egy csomó ö, frusztrációt már maga, már mi, tehát nem ők, ö, frusztrációt magadban, hogy éjt nap alatt éve, ha nem is látja más, de dolgozol ezen, csinálod, nyomod, a saját pénzedből mész jobbra, balra, intézed Krisztiántól is. Krisztián, mennyit kértem tőled most? Parkolási díjra mennyit mondjad, mondd ki. parkolási díjra? Semmit. Elvitted a kabátomat. <laughs> Rám telefonon majdnem felhajtottam az M3-osra. Charlie, figyelj már, nagyon messze vagy, már mennyire vagy túsz kabátom, Hát, mondom, végül is. Azt Holnap jársz, Ben? Járok, be reggel 6 és este 7. Fárli hát, Ö... kidobott a műcsarnok előtt, és oda a nap. És aztán átértem az út túloldalára, ahol árnyék volt, és rájöttem, égnek. hogy valami nem stimmel. Nagyon ideg van. Igen. Szóval, <höh> és ezek után megérdemlem én azt, akit én, hogy is mondja, tehát mint a pap, vagy hogy hívják ezt? A pápa. Isten felkent szolgálja. Ő az én felkent szolgám, bazd meg, és akkor ennyit érdemlek, hogy egy kérdésről volt szó. Hova Ugye a faszomba rohansz, bazd meg? Hova? Jelentéktelen, jelentéktelen porszemek vagyunk, és és, és számok és statisztikák. Én, adatok. figyelj, Krisztián, akkor én meg minket. erre azt mondom, hogy ő a kibaszott jelentéktelen porszem az én gépezetemben, mert a következő szavazásnál nem, hogy egy lófasz nem firkálok mellé, az meg, de. Tehát abszolút totális érdektelenségbe fullasztják az egészet. És utána, utána én, az ilyenek után, nem csak én, te is, maradjunk lelkesek, az küzdjünk, csináljuk, úgy, hogy ilyen, ilyen válaszo, válaszaink és visszacsatolásunk van. Figyelj, igazándiból iszonyat kontraproduktív, amit csinálnak. Tehát hogyha az a szándékuk, hogy ellehetetlenítsenek minket, az a szándékuk, hogy azt éreztessék velünk, hogy jelentéktelenek vagyunk, esélytelenek, és apró kis porszemek vagyunk úgy, úgy, úgy alapvetően, hát én megköszönöm nekik, amit eddig tettek meg, ahogy csinálták, mert egyrészt a médiában kurvára fölrajzoltak minket elcigiseket a térképre, nagyon szépen köszönjük, ez nélkülük nem jöhetett volna létre, a másik meg az, hogy én úgy jöttem el onnan, hogy még elszántabb vagyok. Tehát ekkora pökhendi, lenéző, szemedbe hazudó, mocsok, szemét, aljas, ha már úgyis 18 plusz vagyunk, geciség után, hú, hát ha esetleg azt szerették volna velem éreztetni, hogy adjam föl, hú, kurvára nem sikerült. Én akkor is ott itt fogok veletek elektromos cigarettázni, amikor ezeknek a szarházis senkiházi szarjankóknak, szóismétlés elnézés, a nevére se fog emlékezni senki. És akkor, mikor az ilyenek jönnek, tudod, hogy hogy a szakértő attól szakértő, hogy sokkal szakértőbb, mert ő ért a szakja, szakmájához, és egyébként szakértő, meg végzettsége van, meg a neve előtt ott van, hogy doktor, és ő attól szakértő. Mindig előttem van, nem tudom, ismered-e Nocsot? Nem. Ö, akkor úgy, hogy a Minecraftnek a fejlesztője. Igen. Na, ő nocs. Aki egyébként ö, akkor még úgy hívták, hogy Person, és 7 évesen kezdte a programozást egy Commodore 128-ason. És akkor neki azt mondták, hogy, hogy de te, de te nem programozhatsz. Hát te programozást hát nem tanítanak 7 éves, évesen. Most... Ha, te nem tudsz programozni. Ha. Ja, és az első játékát 8 évesen készítette az meg. Tehát ez attól függ valakinek a szakértősége, hogy, hogy Kriszt, írassuk be az meg valami kibasz. Tök mindegy, milyen egyetem csak legyen a végén, ott a nevénél, hogy doktor. Tehát ezen múlik. Mert hogy én értem, hogy, hogy tehát ha mással nem tudunk jönni, nekem is voltak olyan főnökeim, és nem, ez a durva, hogy nem a pénzügyőrségnél, hanem egy, egy, teljesen más cégnél, aki mondhatjuk azt, hogy a rablókapitalista verzió volt, és volt olyan főnököm, aki ha már más nem volt, minden érvből kifogyott egy vitában, akkor azt mondta, hogy jó, a vitát itt fejezzük be, már pedig úgy lesz, ahogy én mondtam. És ennyi. De te nem érted, Charlie, én ülhetnék ott 80 diplomával, akkor is azt mondaná, hogy az ő szakértőik szakértőbb szakértők, mert ők tudományosan előgondolkodnak. Nem lehetünk itt, nem lehetünk nem, se szépek, nem, se okosak. Nem, 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 tehát ez, ez ma hasított belém, hogy abban a pillanatban, hogy benne van bármiben a politika szó, és ez ugye egészségpolitika ott már semmi köze nincsen, se a józanészhez, se az egészséghez, se semmi ez Annak van. van igaz, aki azt mondja, amit aki, mi hallani szeretnénk. Aki, Pont. így van, aki politikusabb a politikusabbnál. És, Tehát neki és, van most erre lehetőség. És amikor azt mondja valaki, hogy, hogy már pedig hogy micsoda, micsoda, ez, hogy mondják ezt, na, Micsoda lépés volt az, mikor kormányra került a, a, a Fidesz is, hogy a kétharmad. Na, ezt értük el vele. Ezt értük el azzal a kurva kétharmaddal, meg azzal a patkóval. Hogy X ennyit mond, Y annyit mond, úgyis az lesz, amit én mondok, mert mi vagyunk a többen. Erősebb kutya baszott, csókolom, nem kell gondolkozni, nem kell a már... Nincs az, mint ezelőtt, mit tudom is én, 8-10 x évvel, hogy hogy nem vagyunk annyian, valakit valamelyik oldalról még meg kell győznünk. És ott volt párbeszéd. Érvek ütköztetése, bármi. Igen. Itt is van, csak az az ütközés vége az, hogy pff, már pedig ja, erősebb. Ma, ma, Majdnem elfelejtettem elmondani a másik nagy benyomásomat a mai napot illetően, hogy ez egy kibaszott dedó, az meg. Tehát ez, amit az, az államtitkárság nevezzük nevén, egészségügyért felelő szaktárca, mert majd ezt a, ezt a hosszú kifejezést is megtanulhattuk, amit ők csinálnak, az egy az egybe az, mint amikor a hülye gyerek bedugja a fülét és kiabál. Nem hallom, nem hallom, nekem van igazán, nem hallom. Ez, meg a, ami hozzájön még az, hogy de az én apukám erősebb. Az én a mi szakértőink szakértőbbek. Tiszta dedóba ez meg. Tehát ilyen emberekkel hogyan próbálja bármiféle párbeszédet folytatni? Én, nem is lehet. Én nem. jobb is, hogy nem vagyok ott, mert néztem a, a jobbikos képviselő, bocsánat, a jobbikos képviselővel szemben a Hermárius-tól nekünk jobbra ült egy idősbb, korosbb hölgy. Ne tehetsz, tehetszik is, hogy nem köhöghetsz. Nem köhöghetsz. Na majd erről is beszélünk akkor, hogy te <laughs> hogy, 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 nem köhög. Ihatsz, Csádi, ihatsz. És és, és, és mikor beszél a jobbikos, és hallod, így látszott a fején, hogy úgyse az lesz, és még így ö, nem beszél, csak a szája mozgott, ö, de nem hangosan, és mondta, hogy ez hülyeség, meg ez így, meg, ez úgy fú, az meg. Vétvergő. Ilyenkor igen, tőlem sátán. Én, ilyenkor, sátánk, én ha ilyenkor úgy tudnám mondani, hogy baszódjatok meg és egy laptopot így lecsapom, elé elébaszom, akkor csináld, ahogy akarod. Kapyékok! Én leléptem. <susztanian> leléptem. Úristen. És erről jutott eszembe, hogy például mikor, mikor volt neked a, a hírtévés performance-od? Tegnap kedregel. reggel volt. Igen. Tegnap reggel? Igen. igen. Igen, 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 hogy valamire arra is rá akartam fűzni. Az ivás? Nem, vagy nem az Ja, ivás. igen, a, a, mert hogy azt nem mindenki tudhatja, hogy hogy azért hagyta mondat közben abba a beszédet Krisztián, mert Kinga a lelkére kötötte, hogy márpedig ecigisként te nem köhöghetsz, és Krisztián éppen valami, valami torok gyíkod volt, és érezted, hogy ha még fél másodpercig nem iszol, akkor köhögni fogsz, és, Igen. és amit az azt, hogy mondanak, úgy kell lenni, úgy, hogy egy pillanat iszom, és inni kellett. És inni kellett. Fú, de nem jó sikerült ez a hírtévé basszus. Aj na mindegy, fifika lelkemre kötötte, hogy utólag nem arcangoljam magamat. Ez így van. De, de azban, srácok, tanulunk az van, srácok, én próbáltam elemezgetni, és az van, hogy egyrészt a, ezek az élő műsorok előtt kurva nagy druk van bennem. És ahogy az előbb említetted a mentátokat a dűnéből, hogy este elalvás előtt, ráadásul még így beszélgetünk is egy-két dolgot Kingával általában, hogy akkor miről lehetsünk szót, miről ne, és így meglódul a, a, mentát fele az agyamnak, és így végigjátsza a lehetséges kimeneteleket. Összes, és össz, összes játszma. Igen, igen. Állást. Igen, igen, és, és nem tudok elaludni, tehát kifejez, mondtam is még előző este, emlékszel, hogy na jó, ma, ma korán időben lefekszem, hogy kialudhassam magam, és lefeküdtem, és láttátok Facebookon, éjjel három, negyed, vagy ilyen fél négykor fölkelek, és beírom, hogy ez nem megy be, meg nem tudok aludni. Egyfolytában pörög az agyam, és nem tudok elaludni. Úgyhogy valamikor hajnali négy környékén nagy nehezen elnyomott az álom, két óra alvás után hatkor fölkeltem, és ez van. És a másik fele meg az, hogy hetek óta ugye itt próbálunk fogást találni ezeken a szemétládákon meg az érveiken, és ilyen, ilyen kurva absztrakt dolgokon kell gondolkodni megállás nélkül, és ezekre áll rá az agyam, és egy ilyen triviális kérdésre nem, nem tudok válaszolni élő egyenes adásban, hogy de hát mitől kevésbé egészségkárosító az elektromos cigaretta, amikor ezerszer elmondtuk már, és nem, és nem ugrik be. Fú, ez meg... Na mindegy, kemény. De volt zakon. Igen, az mindent felettetett velünk. Az mindent őberelt az az akkor egyébként. Mennyi évet mert publikus? Publikus, hát nem, jó, azt is lehet mondani, hogy hol Nem vettem, közpénzből a vette? Nem közpénzből vettem, úgyhogy ki be a A Mújó és Mújó intézethez. Kérlek szépen, 29 ezer valamennyi volt. Hát, mint egy jobb mod. Mivel én nem költök sokféle modra, ezért most ez lett. Azzal Annyian számon kérték rajtam, hogy most már muszáj volt valamit. Még Kinga szeret időnként egyébként alkalmakkor megjelenni, úgy normálisan kiöltözve, és annyira elbaszottú pacuha vagyok mellette, olyankor mindig a kis lampos öltözéken, be, hogy most már ideje volt. Na most képzeld el, majd mikor megjelennek egerszalókon a, a tófürdőben, és Krisztián büszkélkedik majd a zakójával, hogy ide nézettek, az arából van, és oda is abba megy, egy kis fecskében meg a zakóba. Térdig állok a vízbe, hogy nehogy hogy víz a zakóba, illegetem magam, mint a fecske a drót. Igen. igen. Na jó van, de hát azt tudod, hogy itt most elindultál a lejtőn, mert nem lehet az, hogy mit tudom is én, elmész két-három riportra, és ugyanaz az zakó lesz rajtad. De igen, de igen. <laughs> de igen, de igen. Remélem, pólót, kinövöd. Pólót Vagy tudod, a mit a kéne a neked? Láttam, cserégetem. hogy te ilyen könyökös zakót vettél, hogy ilyen, ilyen tépőzáros színes könyök ö, extrákat, és tudod, mint a modokra így pimpelhetnéd magad, hogy most barna a könyököm, most fekete a könyököm. Ez nem ugyanaz. Ha nézd meg, ez fekete a múltkori barna volt. Fele más könyök, hogyha nagyon bevállalós nap. Na. Hát, vagy hogyha ellenmondásba akarsz kerülni valakivel, hogy tudod, az volt az, akinek fekete volt a könyöke. A, az nem, várja, ez barna volt. Ó, akkor én más láttam. <sítsz> ja, de, de le... hogy... hogy mi volt még, mi volt még azon kívül, hogy, mert akkor szerintem tovább illeg, szép idő volt egyébként, sütött a nap, aztán megkérdezte tőlünk egy néni, aki éppen távozott velünk, hogy milyen idő van kint, Hát csókolom, mami. Hát mi is ben vagyunk reggel. Itt vagyunk órák óta fogalmuk <laughs> nincsen. A hogy hívják volt még? A, a sajtótájékoztató tette föl az íra a pontot, mert ugye mi eljöttünk, és akkor a, a, Heringes Anita megígérte, hogy amikor úgy látja, hogy kezd vége lenni a, az ülésnek, akkor ránk szól, hogy visszaszaladhassunk, és akkor a sajtótájékoztatón is részt vehessünk, és hát ez, ez, ez zárta a, a, mai napot igazából. Meg hogy bemutatott minket a, a... Tudod, de régen ő volt az MSP szóvivő, egyébként. Az a hölgy. Igen, igen. Igen, igen. Szimpatikus kis menyecske, csak alacsonka, meg Samsungja van, és kicsi a kijelzője. De egyébként gondoljon bárki bármire, mikor kijelzőre gondolok. <laughs> uh, ja, jó pofa volt. Én egy picit ott megrémültem, mikor mindenki elkezdte fölvenni a vágóképeket, a vágóképeket pedig akkor vették föl, mikor Mujó odavonult a mikrofonhoz, és már nagyon nagy spamba voltak, hallod a csajja, már tegeződve mondta neki, hogy gyere. És gyere. akkor odavonult oda Krisztián, még akkor ott egy olyan 35-40 másodpercig ugye veszik a kamerák, majd hallom, hogy a kamerapapucsok elkezdenek csattogni. A büdös kurva faszba majdnem oda mentem, hogy teszed vissza, végig! És akkor látom, hogy elkezdik a vágóképeket oldalról megízni. Na akkor, mert én ugye ott álltam Krisztián mellett, mint egy pitbull, de vigyáztam arra, hogy én ne látszódjak a képben. De tudod, ez a, ez a biztonsági őr beállás, hogy előttem a kezem a tökömném összekulcsolva, hátul a kezem, okosan nézek, megigazgattam a borostámat, és, és ott készült még egy pár vágókép, és Hát ennyi kellett, Krisztián, ezt le fogjuk mérni, hogy ez hány perc volt, az meg, és akkor ezen ö, csinálsz majd ilyen blokkokat, hogy ezt a blokkot, ez itt, ez oda, amoda, és akkor kijön, ki lehet legózni ezt három percbe, és a legközelebb interjúzni, és ezt majd annyit mondasz, hogy hány percünk van, négy, jó, csókolom, akkor ne tessék semmit kérdezni, majd én elmondom, ennyi időm van. És akkor csinálsz ilyen négyperces, perces, hétperces perces, hét perces riportokat magaddal. Most tök jó volt, Micsoda? Mert most ez tök jó volt így, érted? Nem kérdezett bele senki, el tudtad mondani. Impróztam egyébként, rohadtul impróztam, mert ugye amikor az Anita mondta, hogy uh, uh, a Ja, már csak szóval Anita. Túl... Már csak, Anita. Jaj, már csak jaj, Anita. hát ennyi. Hát ennyi. Hát igen, jók vagytok. Tehát amikor erényes Anita képviselő, hogy megemlítette, hogy a sajtótájékoztatón mondhatok egy-két mondatot én, és akkor én gyorsan így papírra vetettem konkrétan két mondatot, hogy ezt majd elmondom. És aztán ugye elkezdték ők a sajtótájékoztatót, és beszéltek, és beszéltek, és beszéltek, és így kinyit a hogy az meg itt lehet beszélni. <laughs> és akkor gyorsan összeszedtem a gondolataimat, és Tegyük hozzá, hogy előtte odatta nekem, hogy Csáli, orvos már szerinted milyen? Magam elé vettem. Eljutott a második szóig. Második szó, Krisztián orvosnak kéne menned, olvast föl, az meg nem tudom elolvasni. Ugy, ugye milyen tudományos szakértő vagyok? Simán elfogadhatnánk Azaz... az én érvelésemet is, mert rondán írok. Igen. Hú. Hú. És nem néztél bele? Nem én. Úgyhogy úgy, jó volt, engem földobott a, a vége. A vége az jó volt, meg hogy sütött a nap, mikor jöttünk hazafele. Hát ez nekem már nagyon kikívánkozott, ez így egyben... Hát, ugye nincsen televízióadásom, meg, meg, egyebek, úgyhogy majd le kell vadászni, hogy a kíváncsi vagyok, hogy a híradók ebből mit, vesznek át. És mit, hát volt még a Hír mondok. TV, a Magyar Egy... a, a Magyar Egy nyilvánvalóan semmit. Igen. <laughs> én... Úgy kicenzúráznak, mintha nem is léteztem é, volna. Szart, így van. <clears throat> Igen, tehát a Hír TV volt, akkor saját mikrofonja volt ott az MSZP-nek, meg volt még egy, az a narancssárga hosszúkás, az, az, az nem tudom, hogy mi volt. Én állandóan Nickelodeonnak néztem, úgyhogy <laughs> néztem, hogy Én meg CDF-nek, na mindegy, a valamelyik csak bejön. Na, peregjük. Egy a lényeg, rettegnek tőlünk, úgyhogy továbbra is verni kell a palávert, és ahol tudni hangoztatni az érveinket, mert kurvára rettegnek tőlünk. Pláne meg, hogy látják, hogy milyen pitbull a járkász. Ha, ha, figyelj, ha valaki kérdezi, na azt mondta, hogy a Charlie azt mondta, hogy a, a személyi testőröm, mert mióta benne vagyok ebbe az ejciki mizériába, azóta többen, többször megfenyegettek névtelenül telefonon. És Charles a testőröm. Igen. Charles a testőröm. Több, mint testőröm. Igen. Nem, semmi. Ne kérdezzenek tőle semmit, mert a francia idegen légióban beduinok kivágták a nyelvét. Igen, igen. És az tulajdonképpen az arcán nem szőr, hanem a hegek. Igen, igen. Jó volt, Krisztián. Máskor is mehetünk ilyen, ilyen jamborira, tök jó volt, Igy kiöltöztünk. Egy csomóan azt hitték, hogy ott dolgozunk. Kifele majdnem leszakított a tökömet az a kurva lengőajtó. Bassz meg a kurva anyját. Kurva anyját, bassza meg. Mert hogy az a, Tudod, olyan lengő ajtó, mint ami régen volt a metrón. A BKV-ba, igen, igen, igen. Csak igen, igen. Nem, Sok így, nem így egymással ne szembevágja le a faszodat, hanem kifele hajlik az üveg. És ö, volt egy kártya leolvasó, meg egy kártya ledobó. És ö, ez olyan hülye ez a gép, az meg, hogy te, ha beálltál egy vonalba a leolvasóval, ott már egy fotocella van, és ha akkor húzod le a kártyádat, akkor az meg nem nyílik ki. Erre oda szól nekem a kis gázsi, hogy, hogy oda le kell dobni, ledobom az meg a kártyát, kinyílik az ajtó, majd mikor megindulok, tudod, lassan nyílik, és aztán fuh, így összezár az meg, és majdnem a bolyómat <laughs> kapta kibaszott el, lett volna Igen, és igen, hiszen. és a combom belsejét összecsípte az a geciláda. Hát mondom, ez kurva jó, és akkor kinyitja. Hát tök jó, így is kellett volna hagynod. Na azt akkor tudod, már azok a tévések, akik már unalomból járnak oda, meg már 55-ször kibemászkáltak, akkor múljonak elmagyarázták, hogy hogy, és mint, neki már ez készségszinten ment, úgyhogy érdekes. Szerintem van ott a pult alatt, Tuti, az országgyűlési öröknél egy ilyen gomb, és hát egész nap ott olvad le az agyuk az unalomtól, és ezzel szórakozik. Igaz, szopatásból Én... néha rázárják az ember Úgyhogy hát ennyi volt, meg, meg az, a, az a fedél nélküli ember, aki ott az újságokat árulgatta nekünk, <único Liberty Overwatch> az, az, mit is mondott, hogy ebbe az újságban nincsen benne a, 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 hogy hívják a menő gyereket, a Louis Vuitton táskájával? Oh, aki kim volt Washingtonba fényképezkedni? Rogán. <biscuitứng> koronavívő, nem? A koronavívő. Ja, Korona nem, a, nem ahogy hívják, gondolsz, Rogán Panama mára. Ö. Ö, ö, habony? Habony, igen, hogy ebben a habonyról nincs szó, az, az volt már a házon kívülben is az a, az a figura, de nem vettünk végül is tőle semmit. Nem vettünk tőle, mert nekem már megvan az a, az a, az a példány. És belőle ki is nézem. Én minden, minden, két hetente jelenik meg, ugye, és van egy bejáratott árusom a Klinkumba, és minden pénteken szoktam bele találkozni, és akkor ugye beszélgetünk. De te kimozdulsz aztán... a 15-ből egyébként? Milyen 15-ből? Hát vagy tököm tudja, 14. 7. Ah, az az út ezen oldala már 7. Hát persze, péntekenként járok hegedű órára. És mint kiderült a hegedű tanár és a kingának, tehát egy közös diszkusziótok van. Úgyhogy ez is, ez is összefonódás van itt. Kicsi a világ, de neked az általános iskola osztályfőnök, vagy a középiskolai osztályfőnök. Általános iskola, általános iskola. Ö, igen. Ö, aki egyébként hatalmas nagy petmeteni rajongó. Zárója bezárva. Ö, tovább menjünk? Menjünk tovább, ja, ezt ha, 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 a bizottság támogatja. Ha a bizottság támogatja, igen. Hát nem tudom, kérdezzük meg uh, Selmeci Gabriellát. A bizottság nem támogatja a Hát, Áll, akkor... akkor itt maradunk, akkor, és hallgatunk, mint akkor a ez, ez egy ilyen... Ez ilyen végtelen ciklusba került. A 22-es csapdája lesz, ahogy nézem. Na hát a következő téma az egy, az egy érdekes történet, amiről múlt héten beszéltünk már, és arra azt jelezte Fifika, hogy ez hatalmas áldozatot kíván. Erre megjegyeztem nagy könnyelműen, hogy oh, 200 cigarettát bármikor elszívok. De hát, hát sajnos ja. nem erről van szó, és ö, nem Pesten van szó, de de annyit lehet róla tudni, és aztán Fifika kifejti majd kifejtősbe, hogy <coughs> hogy ö, maga a vizsgálat ö, Debrecenben zajlik, a Debreceni klinikákon, és, ö, és az a tré, nem a tré, hanem az a keménység benne, hogy aki elcigarettázik, annak bizony, egy hétig hagyományos cigarettát kell szívnia. Ugye azt kell, azt kell tudni erről az egészről, hogy ilyen szinten és ilyen mélységében és ilyen módszerekkel még soha senki nem vizsgálta az elektromos cigarettát. Maga az egyetem nek ez a kutató csoportja. Tehát ők, ők, nem így kutató csoport, hogy most állandóan csak ezzel foglalkoznak, nyilván mindenkinek megvan ez mellett a, a maga munkája, de erre a kutatásra összeállt egy tím az egyetemen belül, és a professzor úr, aki a a kutatást vezeti, az annyira nem volt például tisztában az e-cigarettával, hogy ő külföldről rendelt készüléket, likvidet, mert azt hitte, hogy ez Magyarországon be van tiltva. Egyébként ő előre, előgondolkodókkal dolgozhatott, valószínű, mert hát amúgy meg erre készül a, a drága szeretett kormányunk. De, de a lényeg az, hogy hogy ezekkel a, a mérésekkel, amiket ők ott el tudnak végezni, soha senki nem vizsgálta még ilyen módon az e-cigarettát. Ők először is a dohányosokra fókuszáltak. Tehát fogtak dohányosokat, és megpróbálták őket rávenni arra, hogy egy hétig elektromos cigarettát szívjanak. Nyilván itt óriási szórás volt, mert azt azért mindenki tudja, hogyha egy dohányos, aki mondjuk még le se akar szokni, de egy ilyen kutatásban mégis részt vesz, az valószínűleg el fog még azért pattintani egy-két cigarettát, vagy háromat, és egy idő után ők ezt az eredményekből egyébként rettentő jól látják is, hogy az adott dohányos most tényleg betartotta ezt az egy hét cigarettaszünetet, és csak elektromos cigarettát használt, vagy még mellett az én naponta elszívott kettő, három, négy, akár 500 cigarettát is. És uh, nyilván azt látták, hogy ez egy aránylag nehezen járható út, és, és igen, lassan gyűlnek a, a bizonyítékok. És hát ennek ugye úgy gondolták, hogy van egy ellenpróbája, ami az Na. igazi ellenpróba, hogy olyanokat, akik már mit tudom is, ilyen egy éve, fél éve, három hónapja elcigarettáznak, megpróbálnak rávenni arra, hogy egy hétig csak hagyományos cigarettát használjanak. A, 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 a biológus a, srác, aki ebbe a csoportba van, én vele tartom a kapcsolatot, Ő, például a, Véper, már több mint két éve. De azt ő tudja, hogy te nem vagy szakértő? Ö, azt ő tudja, hogy én nem vagyok szakértő, meg előre sem gondolok, vagy előgondolkodás sem végzek. És, és ő megcsinálta ezt a kísérletet magán. Tehát ő megvett öt doboz barna szofit, fogta magát, azt mondja, hogy hát akárhogy próbálta föláldozni magát a kísérlet oltárán, napi tíz többet nem tudott magához venni, de hogy így elmesélt, hogy basszus a negyedik nap visszajött a sípoló tüdeje például. Tehát, hogy, hogy ilyen rövid távon is óriási különbségeket lehet Mérni. Na most ezek nem uh, olcsó vizsgálatok, uh, nyilván ők itt leírták, hogy uh, mi az elvárás, de de uh, ja, és hogy hát Debrecen környéki uh, lenne az ideális a számukra, Debreceni vagy Debrecen környéki, mert ha valaki nem jön be, akkor uh, legyen olyan, akit be tudnak azonnal hívni, általában keddenként déltől van szabad uh, idejük a, a műszeren, amin végzik a vizsgálatokat. Ez három vizsgálatból áll. Van egy, egy légzésfunkciós vizsgálat, aztán a nukleáris medicína osztályon csinálnak egy dinamikus inhalációs tüdőszintigráfiát. Tehát ezek mind, mind olyan vizsgálatok. Nem járnak fájdalommal, de, de nem egy olcsó Dolgok, és ők ilyenkor foglalják a, a, műszereken az időt. És hát e, e, nekik is az a céljuk, hogy minél hamarabb kiderüljön az, hogy az e-cigaretta mennyire pozitív egyébként a sok ordas e, megélhetési, e, nem is tudom minek, egészségpolitikus véleményével szemben ez egy járható út, és hát Magyarország első olyan tanulmánya lássuk be, amelyik kifejezetten a tüdővel uh, foglalkozik, ahol ugye a füst, illetve a gőz, ugye itt a füst és a gőz harca a tüdőben, gyakorlatilag ez a, ez a tét. És uh, egy nagyon jó csapat jött össze, hihetetlen uh, uh, eredményeik vannak már, az e-cigaretta, azt elmondhatom, hogy az e-cigaretta jön ki ebből a dologból győztesen, tehát az van, amit mi nagyon régóta mondunk és feltételezünk. Úgyhogy <kül> aki, aki erre hajlandó, képes és, és átlátja ennek a, az óriási jelentőségét, az mindenféleképpen jelentkezzen a, a megadott számon. É, egyébként még mindig keresnek olyan dohányosokat, akik vállalnák az egy-hét elcigarettázást. Azért beszélek én most a, a dohányos részről is, mert mi elcigarettások talán hamarabb találunk a saját körénkben olyan embert, akit be tudnánk ajánlani, és mondjuk egy hétig még mi is figyelemmel kísérnénk és segítenénk az ő elcigarettázását és hát gyakorlatilag ezzel tolnánk egy picit ennek a kutatásnak a, a szekerét. Jelentkezni Rózsa Dávidnál lehető a, a biológus srác, aki egyébként véper, tehát mindent meg lehet vele beszélni. Nem utolsó sorban én azt gondolom, hogy aki, aki ebben a kutatásban elcigarettásként meghozza ezt az áldozatot, azt nem is tudom, valami dicsőség falra fogjuk föltenni. Saját azt halottunknak tekintjük. A másik dolog, amit ők rettentően ügyelnek, hogy mindenféle támogatás, jutalmazás, tehát most, most ebben tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nekik van igazuk, tehát semmiféle támogatást nem fogadnak el, és külön megkértek arra, hogy senkit ne kecsegtessünk valamilyen díjjal azért, mert jelentkezik, mert ennek a kutatásnak abszolút tisztának kell lennie, nem csak azért, mert hogy abban a pillanatban ugye ezek a hiének rávetik magukat, és azt mondják, hogy igen, ezt az e-cigaretta ipar pénzelte, hanem azért is, mert ez nem csak Magyarországon lesz jelentős, hanem ez egy nemzetközi fórumokon is meg fog jelenni, több nyelvre lefordítva, tehát tényleg azt gondolom, hogy, hogy ezt rettentően át kell mindenkinek azért gondolni, de ha átgondolta és megszületett benne az elhatározás, akkor mindenféleképpen jelentkezzen, mert ezzel iszonyú nagyot tud tolni az elcigarettázás szekerén. Micsoda irodalmi képet festettél. Igen, igen. igen. Hát meg tegye magában fejében helyre a dolgokat, hogy ö, mire vállalkozik. Én közben olvastam pont mást, és ö, ugye az is benne van, hogy hogy azért nem az az elvárt, hogy a, a nullás meg a hármas likvid dead szívók jelentkezzenek. Ezt is jó lenne, ha mondanád, ha nem mondtad. Uh, igen, 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 igen. Tehát uh, olyanok, akik uh, egyébként még, még mindig legalább 6-os, 10-es nikotint használnak. Tehát <kül> nagyon összetett a, az, az, egész képlet, hogyha végig gondoljuk a, az e és a dohányzás egymáshoz való viszonyát, akkor nagyon könnyen belátható az, hogy mind a kettő nikotin bevételi eszköz, mind a kettő a nikotin szint fenntartásáért felel a szervezetben. De nem mindegy, hogy milyen áron. És gyakorlatilag ez a kutatás ezt a, az irányvonalat viszi végig, ezért is nem az a cél, hogy olyanok, akik már egyébként abszolút abszinensek a nikotinnal szemben olyanok jelentkezzenek, olyanok jelentkezzenek, akik még legalább hatos, Nikotén szinttel élnek, vagy a fölöttivel, mert akkor nagyon jó lehet látni azt, hogy, hogy milyen elváltozásokat okoz önmagában csak a, a két eszköz közti különbség. És igazából a, a, nikotinnak ezt a hogy is majd démonizált hatását nem, nem lehet a, a nikotinra fogni, vagy a nikotinnak tulajdonítani. Bár ezt tudjuk, hogy a gyógyszergyárak is mondják, csak éppen bizonyos embereknek nem jut el a fülei. Na jó, ó, oh, jó. Yeah. Na, léphetünk tovább, fiúkák. Hello. Jó, hát a bizottság, nem tudom, mit szól Kérdezzük meg a bizottságot. Cságy. Igen. Várjál, szerintem kiment pisilni, de a folyosóról még visszaordíthat. A bizottság nem támogatja a Ha. Nem baj, mi akkor nem is. Baj, mi ettől függetlenül... Kibaszott csegevarák vagyunk. Tovább lépünk. Igen, nem is értem, miből gondolta Charlie, hogy te és én voltunk Dumb és Dumber. Hát, minimum Bács Cassidy és, és Sundance kölyök, kölyök, és hát, minimum. Megijedtem, vagy, hogy... Csai és Fidel. Igen, az, megijedtem, hogy azt mondod, hogy a ki volt a... Telma és Louise. Igen, igen, mert akkor erősen kértem volna, hogy Louise akarok lenni. Nem. Nem, nem. De végül is... te De úgyis már csenek apostrofáltad magad. Én meg a szemüvegemmel, meg a szakállammal egy csomószor úgy néztem ki régebben, mint Castro. Kiváltképpen még, még megvolt a sapkám, és nem hagytam el. Úgyhogy simán, se és Castro. Át, át kellene írni, át kellene írni. Basszus, mekkoraság lenne. Jó, öh, menjünk tovább a közérdekű bejelentésre. Jó. Fuck yeah. Közé... Hogy? Fuck yeah! Közérdekűleg bejelenteni valóban akkor. Az, az van, nyilvánvaló, tehát sokan nem látják, hogy miket güzülünk mi itt a háttérbe, de igazándiból azért hetek óta, mióta, tényleg október vége óta tart, így besűrűsödtek a dolgok, azért folyamatosan egyeztetünk, agyalunk, hogy mi a fenét lehet csinálni, és az egyik oldal, amin megyünk, ugye egyértelműen látszik, hogy, hogy valahogy meg kell tudnunk cáfolni a szakintézmények, szakértőbb szakértőinek a hazugságait, mert addig, amíg az ANTS egy közérdekű adatigénylésre annyit válaszol vissza, hogy a, a jelenlegi rendelkezésre álló irodalom, szakirodalom alapján ők maximálisan jól jártak el, és nekik van igazuk, addig, addig, amíg ez a hivatalos álláspont, addig nem tudunk egyről a kettőre jutni. Onnantól kezdve viszont, hogy fogás lehet találni a, a, a hazugsággyár 16 oldalas uh, szemét salátáján, onnantól kezdve nagyon durván valakba lehet rugdalni itt mindent és mindenkit. Uh, Ugye egyrészt ezt a célt szolgálta Balog Dávid bleki nagymester hat részes sorozata, amiről most már a sokadik bőrt húzzuk le, és igazándiból tényleg egy, egy abszolút ö, 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 alap, alapműve lett a, a, témában, ugye ebből készült aztán össze formába öntve az Egyesületi Közérdekű Adatigénylés, ami 65 kérdésben firtatja, hogy ugyan mégis miért állítják ezeket a sületlenségeket a tisztelt ANTS és a, a, a dohányzás fókuszpont. Én agyaltam, 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 és a múltkor rátaláltam erre a csodálatos dologra, hogy közérdekű bejelentés. És a közérdekű bejelentés az arra van föntartva, hogy az alapvető jogok biztosának hivatalánál korábban ombudsman néven, ha valaki olyan nagy társadalmi, széles társadalmi rétegek szempontjából érdekesnek tűnő, vagy mi is a megfelelő kifejezés, bocsánat, most lesek egyet, érdeksérelem, igen, igen, széles rétegeket érintő érdeksérelemről van tudomása, akkor ez bejelenthetik, és a felügyelő hatóságnak kötelessége 30 napon belül kivizsgálni az állításban tett dolgokat. És hát nekem ilyen heurék a pillanaton volt, hogy bazd meg ezt kerestük. És addig-addig nézelődtem, hogy rettenetesen fölmérgesítettem magam, azt mondanom sem kell, hogy hogy, hogy az Istenbe képzelik, hogy tényleg hazudnak a szemünkbe, hazudnak a mi pénzünkből és EU-s pénzből hazudnak a szemünkbe, és utána még jót röhögnek is rajtunk, úgyhogy be, betelt a pohár, és Blacky nagymester közérdekű adatigénylésé átvedlett anyagát átvedlítettem egy közérdekű bejelentésé, és ezt tegnap előtt megtettem a az alapvető jogok biztosának hivatalánál. Egyetlen egy probléma van csak, hogy úgy nézem, hogy nagyon-nagyon lassan haladnak a, a, a fogas kerekek, és így sorba iktatják a beérkező kérelmeket, és látom, hogy olyan kérelmek foglalják előttünk a nagyon fontos biztosi kapacitást, hogy új újfalú polgármesteri hivatala előtt rendszeresen az egyik képviselői parkolóban szabálytalanul parkol valaki meg ilyenek. Előbb-utóbb ezen túljutnak, és akkor végre mi is sorra kerülünk, és, 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 én nagyon remélem, hogy, hogy ezzel valamit sikerül elérni ebben az ügyben, hogyha ha érdekel benneteket, fölolvasnám egy bekezdését, hogy végül is mire van alapozva ez az egész holmi. Nagyon sokat segített egyébként ebben a kérdésben Csárlival az a vágány, amin elindultunk a versenyhivatal és az NMHH féle bejelentések és egyebek kapcsán, ami kapcsán a fejjelentő csomag egyenlőre aluszik, mert ameddig nem tudunk hivatalosan fogást találni a hazugság erdőn, addig igazándiból hiába kiabálunk. Úgyhogy az, az a projekt egyenlőre alszik, minden esetre e, e, ezt tartalmaz a többek között. Egy, egy 12 oldalas összefoglaló, hát a tartalmát sejtetitek, nem kérdés-felelek formában, hanem szépen végigveszi azokat a teljesen nyilvánvalóan hazug, csúsztató és, és tényferdítő állításokat, amik a dokumentumban benne vannak, és részletesen cáfolja példákkal, hogy de hát, de hát, ez miért nem is így van. A lényeg a lényeg. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott összefoglaló a tények és tudományos bizonyítékok részrehajlás nélkül történő bemutatása helyett egyoldalú, elfogult és súlyos mértékben torz fe, képet fest az elektromos cigaretták egészségügyi kockázatait, illetően véleményem szerint a közreműködő intézmények valótlan információ vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon történő megjelenítésével, jelentős információ elhallgatásával, a szakmai gondosság követelményét sértő nem az észszerűen elvárató szintű szakismerettel, illetve nem a jó és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal lejárva, ténylegesen és potenciálisan korlátozzák az állampolgárok önrendelkezési lehetőségét azáltal, hogy érzékelhetően rontják a tájékozott, a szükséges információk birtokában hozott döntés képességét, súlyos érdeksérelmet okozva ezáltal. Ez, 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 a fölvetés alapvetően további komoly szakmai aggályokat vet fel, hogy a hivatkozott dokumentum véletően egyben a jelenleg az országgyűlés előtt lévő TPR 7404-es számú törvénymódosító javaslatban megfogalmazott elektromos cigaretta használattal és kereskedelemmel kapcsolatos szabályozási túlkapások szükségességét is igyekszik egészségpolitikai szempontból alátámasztani, azonban a később részletezendő hiányosságok fényében jelenlegi formájában legfeljebb a döntéshozók és jogalkotók egyoldalú féreket tájékoztatására alkalmas. Ha már olvasni se tudok. Na minden esetre ez a nyárs is benn van a tűzben, én nagyon várom, hogy végre iktassák, és oha. az meg egy kibaszott alkimista vagy. Tehát egy így most, el, most én elképzeltem magamban, hogy ott fogja a kerek közérdekű bejelentés lombikot. Átpárolja a szögletes uh, mit tudom is én, versenyhivatali lombikba, de ott nem jó, hanem akkor menjünk tovább, és csináljuk meg a bölcsek kövét, és tying, hihetetlenecsém ez, ez a kitartás, és ez a, a düh, de hát van, aki táplálja ezt benned. Ha, igen, ma is, ma is öntöttek még némi nem jó olajat a tűzre, hát <laughs> szakértők, szakértőkkel takarózó, nem is mondom még. Én csak azt sajnálom, hogy erre nem találtam rá korábban, hát úr is. Ugyanilyen közérdekű bejelentés kapcsán kezdtek el nyomozni egyébként a hatóságok a, a, a nappal kapcsolatos visszaélések miatt is. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó eszköz. Úgyhogy ha tényleg végre a, a, a biztosi hivatal keresztül rágja magát a, a nonsense hülye, bagatel bejelentéseken, és végre megemésztik ezt is, akkor, akkor ezzel talán egy kicsit ki lehet lendíteni a dolgokat a, a, a medrükből. Ó, oh, srácok. De egy a lényeg egyébként, hogy azért, dacára annak, hogy a jogállamunk azért jó néhány pofont és gyomrost <laughs> elszenvedett itt az elmúlt években a Fidesz alatt nyögve, ettől függetlenül úgy tűnik, hogy elé, eléggé. Krisztán sok. rosszul fogalmazta. Nem a jogállamunk, a jogállamiság szemben. A jogállamiság, el. igen, igen a, jogáll a jogállamunk erős idézőjelben generálta, és a jogállamiság igen, el. Igen, igen. Mindenesetre azért hál' Istennek van jó néhány eszközünk arra, hogy kellemetlen pillanatokat szerezünk ezeknek a felelőtlen ö, embereket egy tolvonással halába küldő ö, disznófejű kutyafejű nagyuraknak, úgyhogy megteszünk mindent. Az jutott eszembe még, bocsánat, annyit beszélek, hogy ihaj, csuháj, hogy Charlieval olyan jót még a az országgyűlési irodaházba, amikor rájöttünk, hogy rossz kérdést tettem fel az államtitkár úrnak, mert az államtitkár úr, államtitkár úr, csak egy kérdés, igen, az lett volna a helyes válasz, hogy gyomor vagy fej. Vagy nem, ez lett volna a kérdés, igen. igen. Ah. Klasszikusokat csak pontosan, fej vagy gyomor. Fej vagy gyomor, bocsánat, igen nekem egy csomó ilyen egy kérdéses válaszom lenne vele kapcsolatban, de uh, még az explicit sem bírná. De mindig eszembe jut Wesley Snipes örökérvényű mondata. Miért vagytok gyengék? Gyengék. Játszatok! Játszatok! De én most inkább megkérdezem Gabriellát, hogy tovább mehetünk-e uh, ezzel, vagy, vagy maradjunk még itt. A bizottság nem támogatja a módosító javaslatot. Ó, köszönöm, beugrott, hogy mit szerettem volna elmondani még a bizottsági ülés kapcsán. A Facebook visszajelzések alapján nagyon-nagyon egyértelmű, hogy, hogy nem tudja az emberek többsége, hogy most akkor mit is jelent ez a mai bizottsági ülés, mit is jelent, hogy a bizottság nem támogatja. ugyan. Tehát ugye volt az eredeti emmis törvénymódosító javaslat, ami úgy szara, hogy van. Erre adtak be az ellenzéki képviselők törvénymódosító javaslatokat, amely módosító javaslatok intézték volna azt, hogy vegyék ki az elektromos cigarettával foglalkozó részeket ebből a salátatörvényből. Na most az, hogy ma ezek. A bizottság leszavazta. Ez azt jelenti, hogy a decemberben, amikor parlament elé kerül záróvitára és szavazásra a törvény a módosító javaslatokra nem lesz mód szavazni kizárólag az eredeti formájában kerül szavazásra a, 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 a törvény módosító javaslat. Ez, ez ez a mai ülés eredménye. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen! Na menjünk tovább szerintem, bár Gabriella azt mondta, hogy nem, de... Mi Fityiszt mutatunk. Cseh és Fidel just, nem just foglalkozik se. vele, igen. Just fidel és a medvék ura. Igen. Medvekesztesek. Lord of the Bear. <laughs> Michael flatley -vel. Megnézted azt, amit beraktam a párásítóba a székely medve útmutatót? Hát, Ez komolyan. Én nem már, akkor hát te bejelölted ismerősnek a Facebookon Bear <laughs> Nem <gül> még, de befogom. <laughs> Jó, ez már legalja szemét, ez a szóvidban. <laughs> Jaj. Veled még a medvesen packázhat. Nem bizony. Hiszen 60 km per órával szalad. Ez hát az, az kurva jó az. Jaj, azt linkeljük be szerintem a kultúrába. Jó. Hát az... Hát még mindig sírok. Jó, és ott egy sárga láthatósági mellényben Jaj. Ah. Fülekeztve érzem magam a fenébe, nem néztem meg azt, amikor módon. De, 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 de hogy érted azt, ahogy előadtam, és amúgy nem, nem annyira vicces érted, mert, mert ott nem is tudom, évente ilyen három áldozat Igen. esik a, a medvéknek, érted? De ahogy ez a fasz ott előadta, hát az kész voltam. Krisztián akkor a kultúrából megvilágosodhat. Ha, fölmondja a mai leckét, hogy mit válaszolt a szakértő brit társadalombiztosítás módra. Hú, hát megint az én hangom lesz. Én, én szurkáztam most be. Nem a blacky tudod, így elkumantva. Majd a, vég, majd a végén megmondom, hogy mi ezt már előgondolkodtuk egyébként. igen. Ö, az Úgy van, mondod, hát ugye Christian. már a tisztelt államtitkár úr már megemlítette, hogy a nyugat-európai mintát szeretnék követni, és nekik szakértőbb szakértőik vannak, akkor nézzük, hogy a nem annyira nyugat-európai, épp csak a legnyugatibb felén fekvő Angliában a szakértők mit mondanak. Ez, a minap találkoztam ezzel, ugye az NHS neve sokaknak ismerős, egy-két évvel ezelőtt ők még vadul tolták, még amikor az Európa Parlament előtt volt a, a az elektromos cigaretták szabályozásának a kérdés, hogy már pedig ez gyógyszerszabályozás alá lesz vonva, és az elektromos cigaretta ú, az ördögtől, hát a szokásos ostoba fasságokat tolták ők is. Na most két évvel később az NHS honlapján ráakadtam a következőre, Smoke Free NHS, ez a dohányzásról leszokós kampánya, legyen Anglia füstmentes társadalombiztosítási projekt, Angliában hivatalos állami projekt. Van neki egy ilyenje, hogy a szakértő válaszol az elektromos cigaretták. Mi az az elektromos cigaretta? Itt szépen leírja, hogy az elektromos cigaretta ez és ez így működik, stb. nincs égés, ez van benne, nincsen benne viszont se kátrány, se szénmonoxid ugyan van benne néhány egészségre általmas anyag, de sokkal 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 alacsonyabb mennyiségben mint a cigarettában. És itt jön a kis kérdések és válaszok. Mik azok az elektromos cigaretták? Elmondják, szótejtenek az első, második, harmadik generációs eszközökről. Biztonságosak-e az elektromos cigaretták? Szépen elmondják, hogy nem, nem teljesen na, nem teljesen kockázatmentesek de a dohányzáshoz képest drasztikusan maximum az 5%-a a kockázat. Pont tegnap beszéltünk Kingával erről, mert hogy a nagybátyja félreértette, ő úgy gondolta, hogy ez a 95%-kal kevésbé e, egészségkárosító, hogy akkor ugye tudjuk, hogy minden második dohányos belehal a dohányzásba, akkor ő gyors felszámolás alapján kiszámolta, hogy minden 40. elektromos cigarettás meghal az elektromos cigarettázásba. Úgyhogy ilyen furán is tudnak gondolkodni az emberek, ugye itt kurvára nem erről van szó, mert egyrészt a dohányzás közben a jóval durvább kockázatot olyan mennyiségbe tolod bele a tüdődbe, hogy nem tud onnan kitisztulni, és mint Farcolinozdok is bizonyította, a tüdő saját méregtelenítő mechanizmusa igenis működik, és az annyival kevesebb egészségkárosító anyag, ami jut be a tüdődbe, azzal azért elég lazán megbirkózik a tüdő saját védelmi mechanizmusa. Úgyhogy itt elmondják, hogy maximum 5% az egészségügyi kockázata. következő kérdés... Van-e másokra a káros hatása az elektromos cigarettagőzének? gőzének? Nem, nincs rá semmiféle bizonyíték, hogy lenne. És itt is van ez a riport, ez a... Szépen mondják. Segíteni fog nekem az elektromos cigaretta a leszokásban, és írják. Hasonló vagy még jobb hatása van, mint a hagyományos leszoktató nikotin pótló terápiáknak, stb. stb. Kaphatok-e segítséget a helyi leszokás segítő központból? és írják azok az emberek, akik kombinálják az elektromos cigarettát a helyi leszoktatás segítő központ tanácsadásával, nagyon-nagyon-nagyon jó eséllyel állnak neki a leszokásnak, ugyan ők nem tudnak elektromos cigarettát adni, mert hogy nem gyógyászati eszközként van regisztrálva, viszont tudnak tanácsot adni és segítséget adni, hogy hogyan, milyen elektromos cigarettát választál. Vidd magaddal akár már a meglévő elektromos cigarettádat, sőt, és itt jön a nagyon durva dolog, ha amennyiben a leszoktató központban a tanácsadód nem tud róla, nem ismeri az elektromos cigarettákat, kérjük, mutass be nekik ezt a hivatalos ismertető anyagot. Nem viccelnek, átkattintottam, hivatalos ismertető anyag, NCSCT nevezetű, szintén kormányzati angol oldalon, Nemzeti Központ a Dohányzás Visszaszorítására és ennek az oktatására, tehát National Central for Smoking Cessation and Training. És itt van kifejezetten a szakértőknek, a szakembereknek, akik a leszokásban segítenek, egy 12 oldalas színes, szagos pdf hivatalos angol kormányzati pdf bemutató anyag, mik azok az elektromos cigaretták, milyen pozitív hatásai vannak, hogyan tudják beépíteni a megszokott leszoktató módszerekbe. Tehát itt van egy 12 oldalas, szájborágos, gyönyörű sorvezető arról, hogy a de, az ottani Demjén Tiborok és kis barátaik hogyan tudják hasznosítani a mindennapokban az elektromos cigarettákat, hogyha valaki betér hozzájuk és szeretne. Leszokni egészen. Tehát ezzel így szembesülni a magyar helyzettel eh, szemben, hogy ilyen is van az Európai Unióban, és közben ezek az ostoba tulkok azt mondják, hogy Nyugat-Európát akarják követni, és szakembereik vannak. Hát elmennek a picsába. Itt van. Public Health England tá eh, eh, javasolja az elektromos cigaretta használatát a dohányosok számára. Amennyiben dohányos vagy, a legjobb, amit tehetsz, hogy most és azonnal abbahagyod a dohányzást, és az elektromos cigaretták ebben segíteni tudnak. Nem javasoljuk, hogy amennyiben elektromos szigarettázásra állsz át, nem javasoljuk, hogy a dohányzás tovább is folytasd. Kik használnak elektromos cigarettát? Tödödödödö de felmérés alapján 2,6 millió felnőtt használ az Egyesült Királyság területén elektromos cigarettát, ezekből 1,1 millió már teljes egészében abbajta a dohányzást, amíg 1,4 millió pedig párhuzamosan használja még a kettőt. 18 éves kor alatt, bár a kísérletezés az elektromos cigarettával viszonylag gyakori, a rendszeres használat, a rendszeres használat nagyon ritka, és szinte kizárólag a korábban dohányzó 18 éves alattiak között fedezhető fel. Hogyan van szabályozva? Törödödő, általános termék, törödödö, törödödö. És ez, srácok, írd és mond a hivatalos angol kormányzati ottani dohányzás fókuszpontnak az elektromos cigarettával foglalkozó oldala. Vessétek ezt össze a magyar dohányzás fókuszpont elektromos cigarettával foglalkozó oldalának, ahol semmi egyéb nincs, mint öntöményezés, hogy összeültünk mi, elég gondolkodó Várjál, várj egy gondolgodó. picit, kérdezzük meg akkor. Igen? Tehát a szakértők csoportját uh, sokkal inkább azok a szakértők képezik, vagy képezik, akik tudományos megalapozottsággal foglalkoztak a témával. Hát, az angolok nem eléggé tudományos megalapozottsággal foglalkoznak hát, a témával. Az, az, angol tudósok. Uh. Nem is a jó oldalon vezetnek, ha, hülyék ezek. Hülyék. Ezek nem, ezek azt az se tudják, hogy mi fánterem az egészségvédelem. Na, az csak mit Uraim! Kettő mi hete hete. ez az? Igen, bocsánat. Kettő hete Dovival mi ezt már kitaláltuk. Csinált Dovi egy iframe amit bárki beépíthet egyébként a saját oldalára, vagy webáruházába és egyszerű állításokat közlünk. Az elektromos cigaretta használata nem dohányzás, az elektromos cigaretta segít a dohányzásról való leszokásban, az elektromos cigaretta nem károsabb, mint a dohányzás, a fiatal korúak védelmébe ér, védelme érdekében nem korlátozni, nem támogatni kell. És ezek ilyen frémek, amikre rákattint, az ott van alatt egy kis magyarázat, és a részletekhez kattints ide, Átlinkel a vaper.hu megfelelő cikkére. <kül> Ennyi. Egyébként a Blosszig oldalán megtekinthető, de ez nyilván nem az oldal reklámja. Vagy Ezt majd ki is vágom is? akkor. Hogy? Ezt majd ki is vágom akkor. Akkor vágj kepecsába. De, de azt de... vártam a truváj, de idáig semmi mi az, hogy vártad? Hát mi ezt már megcsináltuk. Azt hittem, hogy lesz valami, hogy, hogy, hogy ez fixen mindig ugyanazt a szöveget adja, vagy, 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 ez, ez rotálja magát, és, és mint tudom, nem, és nem, én ráfrissít hát valaki ez így az... vannak sorolva az állítások, de lát, vagy átkattintottál, megnézted, hogy hogy néz ki? Nem, én egy kurva csegevara vagyok. Én nem kattintok át, a kattintás nem. kattintódjon rám. Meg fogom nézni egyébként. Na, és akkor a Dovi ezt egy olyan kódba tette föl, hogy ezt bárki be tudja tenni a saját oldalába. Persze Na, itt aztán lehet uh -huh. még egyre több dolgot fölrakni így, csak azt gondoltuk, hogy ezt így megnézzük, hogy ez hogy működhetne. Hát ez szerintem úgy lenne mm -hmm. jó, hogyha a frame frissítődne valahogy, mondjuk minden újratöltésnél más... Ő, okosság jelenne meg, és akkor az olyan érdekes lenne még akár, hogy tudod, nyomogatja ott az f hogy na mit lehet uh -mm. még megtanulni, mit lehet még megtudni róla. Lehet, gondoljátok tovább, ha meg ez hát hát a, Oké, okay. meg hát a linkeket Itt, figyelj aztán figyelj már. lehet uh, szerteszét uh, osztogatni. hát senki nem kíváncsi hülyeséget. Nem, azon gondolkoztam, oda. hogy, hogy euh, mm -hmm, akkor másod a show notes a az iframe-et, és akkor majd megpróbálom valahogy úgy berakni az oldalra, hogy itt van beinzertálva, így néz ki, és ha ilyet akarsz, akkor ezt a kódot másodva az oldaladra. Jó. Jó? Jó. Oké. Okay. Na, menjünk akkor tovább, fiúk. Nekem még csak annyi van, ugye, hogy hogy már lezajlott a, ami olyan sokáig készültünk, hogy készültem meg, megcsináltam, ez a nyereményjáték, ami 10 héten keresztül... Nyereményjáték sorozat. Sorozat, igen, amiről most már sírós szövegeket kapok, hogy valahol sajnálom, hogy vég szerd a szerda délutánokat, alig vártam, meg lehetne több ilyen akár napi kérdésekkel, kisebb nyereményekkel. Hát természetesen, fiúk, ezt majd én le fogom vezényelni, annyi időm van, mint igen, a csillag, ami nem igaz. Szóval meg hát felajánlás ö, sincsen, tehát ö, látjátok, hogy mennyi, mennyi kereskedő tolong itt, hogy, ö, hogy a termékeit reviewzzam, úgyhogy felajánlják. Hát ez van, ezt kell szeretni, viszont a nyereményjáték ö, megvan. Ö, nem mondom be a, a nyerteseket, mert ö, nem tudom, hogy mikor tudom a videót kirakni de dolgozom rajta gőzerővel. Meg egy kicsit beszéltem a videóban a, a, a az élményünkről veled, Mújó, mármint, hogy arról az él... nem olyan, nem olyan, hanem amit elszenvedtünk a, az ülésen, illetve egy kicsit a, a hazai helyzetről, a barikádokról, a tüntetésről, a kereskedőkről, hogy mindenki Növesszem már tököt, legyen szíves, és, és ne azt mondja, hogy miért nem, hanem, hogy mit tudna, és mikor, és hol tenni. És, és akkor említsük meg azt is, hogy... Hát, én megragadom az alkalmat, hogy itt is megköszönjem. Egyébként a, volt egy csomó kereskedő, aki nem úgy ajánlotta föl természetesen a nyereményjáték, hanem, hanem nekem elküldték, én pedig én pedig ezt kisorsoltam. De voltak olyanok is, például ö, Fifika is, például ö, Mystic Peti is, akik dedikáltan azért küldtek ö, a nyereményekhez bővítményt, hogy így fogalmazzak, hogy ö, hogy azzal tudjuk ö, színesíteni a palettát. Tehát ö, egy decis old school málnát sem tudsz venni ilyen flakonból, ilyen kupakkal sehol. Ö, és ez nem azt jelenti, hogy ez, ez hamisítvány. Aminek ráadásul a címkéjén az van, hogy ecigitestek.hu. Vigyáztam uraim, vigyáztam. Ez nem hamisítvány, ez Sárlisítvány. Sárlisítvány akkor ott van ott van a, a Bloss ciges csomag ö, alaplével kóstoló pakkokkal mindenféle szírszar, amit az ember ö, szeretne elképzelni, de még olyan is van benne amit még Blackie küldött például a Vape ki tehát ö, itt tényleg itt lehet majd gőzdérkedni ezerrel meg ö, megmutatni hogy, hogy mit tud az ember ezekkel a készülékekkel kisorsolni, tehát tegyük össze a két kezünket, hogy volt x olyan támogató, vagy olyan lehetőség, hogy hogy tényleg egy ilyen piaci áron 200 ezer forintot össze lehetett lapátolni így össznyereményben, és az azért az nem kevés szerintem, tehát egy ilyen 60-70 ezres pakkokat mindenki örülne neki, hogyha így hogyha karácsony előtt pont így terveztem, hogy még esetleg a Mikulás is le tudja dobni a kéményen, ha éppen nincs tüzelési szezon, mint Dócon. Üh, hát nálunk nagyon rábaszna ért. Tölt a kandallóba. Milyen jó Azt hiszem, illatok meg, vagy majd ki jönne a tűztérbe. Milyen jó illatok lennének ott <laughs> akár. Hő. Na, úgyhogy ez volt a nyereményjáték. A videónak az elejét is, meg a végét is érdemes lesz szerintem megnézni. Ö, fényes lépő, zakó, ing, nyakkendő nem volt, de megadjuk a módját. Úgyhogy, ö, úgyhogy hát ez nem a, nem a pár ezer forintos sorsolás kategória volt, ezért küzdeni kellett, és látszott, hogy egyébként ö, ö, rohadt sokan játszottak, rendszeresen ö, rohadt sokan játszottak, tehát itt ö, minden héten legalább, most megnézem a legutolsó, a legutolsó hét 88, az előtte levő 92, az az előtt levő megint 80. Az első héten, ha rákattintok, hát arra le se tudok menni, az is 100 fölötti. Tehát ebből, ebből nyerni azért szép volt szerintem, és, és ezután, ezúton is gratulálok. Azt viszont lehet tudni, hogy egy darab ember volt, aki az összes kérdésre helyesen válaszolt, és, és azért voltak itt beugratós kérdések is, meg is szeretném említeni a nevét, ő Konc Márk volt egyébként, 10 per 10-es ember. Úgyhogy Fifika ezúton ajánl föl neki kétszer két liter tetszőlegesen választott likvidet, és arról... Arom... <sítható> nem, csak vicceltem. Vá, vá, nem, várj, most azon gond, gondolkozok, hogy... Hogy Máknak majd megadod a címét, és én fogok neki küldeni, mert tervezünk karácsonyi likvidet. Ő fogja megkapni legelőször tesztelésre, és ha életben maradtak, utána piacra dobjuk természetesen. <hállt> <hállt> Úgyhogy ennyi. All right! Na, haladjunk tovább a timeline-on. Ja, hogy most a, a filmekbe akarsz belecsapni? Nem, ö, bele akartam csapni, mert hogy mújó erre a hétre ígérte a feljelentő csomagot. Igen, azt nem mondtam, hogy az mondta, most hogy, hogy azt most mellőzi. Oké, okay, akkor írja a képviselődnek, a nincs, nincs. és menj be a képviselőházba, voltak. és pofoszt föl. Tudom, csak ezeket mindig ja, jó. elmondom. Meg a felbarikádokra, ott, ott valami körvonalazódik. Hogy az, az, az publik már vagy, vagy hagyjuk még egy picit, és, és faszázzuk ki teljesen az időpontot? Én szerintem faszázzuk ki teljesen. Aha, jó, ne, ne persze, mert akkor az lesz, hogy én annyit tudtam, hogy akkor lesz, és közben meg nem akkor is odamentem egyszer gyertyával, azt azt hitték, hogy temetésre megyek. Ne jó. várjunk a jövő héti adásig, mert akkor lehet, hogy ha abban maradunk, kevés lesz, akkor majd más csatornákon körbe sikítozunk, meg minden de ezt még át kéne gondolni. Jó. Szerintem. Jó van. A, én, én annyit szerettem volna még mielőtt áttérünk itt az egyéb ö, ö, dolgokra, annyit szerettem volna mondani, hogy ö, egyrészt ö, köszönjük mind a két politikai pártnak a, a támogatását. Ugye most a bizottsági vitában ö, lehetett látni, hogy kik azok, akik. Ö, Foglalkoznak egyáltalán egy cigarettával olyan szinten, hogy nem előgondolkodnak, hanem elolvasnak valamit, és utána gondolkodnak. Kaptunk ez a egy levelet. jó meglátás az előgondolkodással kapcsolatban. Igen. Igen, ez kerekény. Igen, kaptunk levelet a, a jobbik a jogi a osztályától, kaptunk levelet az MSP elnökétől, Uh, és ezúton is uh, köszönjük a támogatást. A bizottság nem támogatja a <gül> <gül> Megint bejött. Én nem tudom, mi van ezzel a nővel. <laughs> Én azt, azt gondolom egyébként, hogy nem kéne nekünk az együttműködésünket, a politikai együttműködésünket, ha már itt tartunk, nem kéne most így lezárni, hogy fú, nem fogadta el a bizottság, és akkor ennyi hanem uh, folyamatosan uh, tartanunk kell a, a kapcsolatot. Azt gondolom egyébként, hogy ezt a kormány is generálni fogja a további uh, menetrendjével és uh, hát lesz választás egyszer. Biztos, hogy eljön az az idő, hogy, uh, hogy lesz választás és akkor majd lehet, hogy mi lehetünk az ő segítségükre, de <tosz> én már szeretném ezt az időpontot minél közelebbnek érezni magamhoz. Addig pedig spájzoljatok, a spájzoljatok, spájzoljatok. Pedig a bizottság nem támogatja. Nekem <laughs> még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban egyébként. Nagyon sokat gondolkoztam mostanában ezen, meg tényleg a mai visszhangok a Facebookon eléggé borulátóak voltak és ne, ne, nem szabad csüggedni, nem szabad feladni. Az van, én úgy látom, nem tudom ti hogy látjátok ezt az egészet, de hogy tényleg 2015 öt írunk, az információ áramlék, mint látjuk a CDC kioszta a maga kis elemzését, ami, ami abszolút ö, homlok egyenes ellentétben áll azzal, mint amit eddig mondtak itt, ahogy az előbb demonstráltam, az angol ö, társadalombiztosítás és egészségügy teljes melszélességgel, amellett van, hogy az elektromos cigarettát már pedig ö, használni kell, ki kell használni a benne rejlő, kárcsökkentő és életmentő lehetőségeket. Ez szerintem el fog indítani egy olyan lavinát, tehát tényleg, most, hogy így kapargattuk a, a, a tyúkszaros 16 oldalas dokumentumokat, most néztük végig, mert azért beszélünk most már 80-valahány epizód óta folyamatosan, amikor jön egy-egy tanulmány. De így az idők során nem áll össze a kép, hogy mennyi is az a tudományos bizonyíték, de így, hogy most Dávid munkája után, hogy mindenki se munkája után. E, e, tényleg többiről hegyire végignyálasztuk az összeset elképesztő mennyiségű tudományos bizonyíték van arra, ami az elektromos cigaretta jótékony hatásai támasztja alá, ezt nem fogják tudni a végtelenség a szőnyeg alá söpörni. Lehet, hogy most megetetik velünk ezt a békát, és lehet, hogy lenyomják a torkunkon ezt a rohadt törvénymódosító javaslatot, és lehet, hogy egy rövid időre ezzel nagyon-nagyon-nagyon megkeserítik az életünket, kiváltképp szerencsétlen dohányosokét, akik nagyon nehezen fognak tudni elektromos cigarett, normális elektromos cigarettát nem maguknak. De ez örökké nem tarthat így. Tehát jönnek a szelek, mindenhol szépen azon, hogy az elektromos cigaretta jó, és egy idő után ezt a doszagú, szemét, ostoba, struc politikás, az egész világról tudomás nem vevő álláspontot nem lehet föntartani a végtelenségig. És még hogyha ne egy Isten, nem is megy a Fidesz, bár lekopogom, menjenek, mert most már pont eleget voltak itt, büdös van, szellőztetni kéne. Eee, akkor is meg fog ez változni. Csak ki kell bekkelnünk. Mind, minden, minden mellettünk van. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy ma a, ezeknek a, a, történéseknek a fényében az Unió sem tudta volna, tudna a TPD-t abban a formában keresztül vinni, ahogy keresztül vitték. Két éve, igen. Két éve. Krisztián, azt igen. látod, hogy előttünk micsoda karrier van? Milyen karrier? Hát van, most gondolj pucsánat. bele, hogy azok az emberek, akik nem félnek gondolkozni, azok kikérték a véleményünket. És hogyha az, aki most hatalmon van mennie kell, akkor az új kormánynak szak, ö, szakértőkre lesz szükségük, és mi itt vagyunk. Én nem akarok pecsonyéket sütögetni ilyen embereknek. Várjál, várjál, várjál. Neked nincs jogsít, de majd, mikor a King beültettéked az A8-asba, azért Jan Petság a Kinga pont és az iskolából és, és amikor, és, és amikor oda megy majd hozzád valaki kérdezni csak azt mondod egy kérdésről volt szó fej vagy gyomor. <laughs> Igen, én az a fajta ember vagyok, srácok, igen, én pontosan. Nem, de hogy charlie okosan válaszoljak, vagy hogy őszintén válaszoljak a kérdésére, ilyen ambícióim nekem rohadtul nincsenek speciál. Nyilvánvalóan adott helyzetben ennyi át küzdött év után nem mondanék nevet arra, hogy ne adj Isten közvetlenül eh, segíthessem az ügyet ott, ahol ezen valóban lehet segíteni. De pont aminap gondolkoztam el azon, hogy annyira faramúci ez a helyzet, meg itt a, a brit példa is, hogy a dohány Dohányzás fókuszpont, nem dohányzás fókuszpont addig. Egyébként miért nem nem dohányzás fókuszpont? Az anyjuk itt tiszta bűzik ez miért, az egész. Miért dohányzás fókuszpont? Igen, igen, miért igen. A, miért a dohányzás? fókuszálni? Kilóg a Amikor a nem dohányzásra kéne fókuszálniuk. Szóval így, hogy nincsen ott egy, 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 szakértő, és nincs senki, aki az elektromos cigarettát képviselni tudja, azt mondanám, hogy félkarú óriás így maga az intézmény, hogyha jó véleményen lennék róla. Tehát igazán tényleg a normális az lenne egy normális kormányzat esetében, és egy normális egészségpolitika esetében, hogy két kézzel kapnának azután a lehetőség után, hogy menjünk be oda, és hát tényleg basszus, a belünket kidolgozzuk, hogy, hogy eljusson hozzájuk az információ. Tehát egy, egy normális ország, van, kurvára örülnének neki, és, és, és kérnének minket, hogy Basszus, ti ennyit tudtok róla, mi, mi nem vagyunk annyira szakértő szakértők, segítsetek már. És amikor összelapátolunk minden tudományos bizonyítékot, és odarakjuk, és annyi a válasz rá, hogy hát azok nem is léteznek, az áh. Na mindegy, szóval ezeken gondolkoztam. Mind ezt úgy tegyük hozzá, hogy kettő darab kutatás folyik jelenleg is az országban. És leszarják! Hát, és leszarják! leszarják. Érted? Nem baj, majd ha megjelenik külföldön a, a, az implementáció ezeknek a kutatásoknak, majd azt se olvassák el. Tehát abszolút. Istenem. megérhetési is az meg a tudomány homokiában. Pedig, pedig nem, nemzeti kutatásunk van, ki kell használni ezt a jó szót. Nemzeti kutatásunk is van kettő. Na mindegy. Az a kérdésem uh, Ildikó felé, hogy tovább mehetünk-e a sorozatokra? A bizottság nem támogatja a módosítójavaslatokat. Milyen Ildikó? Hát akkor mit tudom, is én hogy hívják a Mélfet? Ez az maga, Ildikó maga. nagyon bevéste magát a Charlie, Charlie szívébe. Gabriella. Ó, oh, Gabriella. Mindegy, de nem támogatja. Uh, tovább menjünk sorozatokra, vagy 1.40-nél húzzuk le a, a rolót. Nem Azon tudom. Csalni, hogy én két nem tudok normálisan sorozatokat nézni. Hell no. Hogy... Akkor én azt javaslom, hát, hogy... látjátok az áldozatokat. Én ettől független éjszakánként olyan, nem tudom, ilyen egy és négy között szoktam ezeket behozni. Akkor Blacklist fél évad záró most volt, hozd föl magad, mert különben el fogom spoilerezni jövő héten és no, a Walking ott Dead-et ott azt már ott a bőrkanapéban elszpoilereztem neked egy részét, de, de akkor átbeszéljük azt is jövő jó. héten. És Fifika, még mindig nem raktad be a kultúr, ha linkjét? Uh, berakom. És mit raksz be? Már arra sem emlékszem, mit hát a medvét. Őlet. Igen, a medvét. Jó, tedd be a medvét, én meg beteszem a riglit a kapun. Jó, fiúk? Hát akkor, hogyha Gabriela is egyetért. Ha egyetért van. Hát ö, na jó, de akkor most utoljára megkérdezem, de, de aztán tudjátok. Mert egy mi hajlandóak egy vagyunk a Egy kérdés beszédre. volt, tudod. Oh. <laughs> a bizottság nem támogatja a módosítványra. Leszarjuk. Leszarjuk, Gabikám, hazamegyünk. Leszárjuk. Ja, úgyhogy 1.40 után. Vizottsági ülés után, nyereményjáték után, tüntetés előtt ö, szakértőket keresünk, viszont az adás cím az, az természetesen gondolom adja magát. 5 igen, 9 nem. Mit szóltok hozzá? Jó. Jó, fiúk, zsöniál volt a, a, az elmúlt nap úgyhogy ennek fényében megyek vissza videót vágni. Nektek pedig jó pihenést kívánok, és aztán ahogy mondtuk, volt már ott a folyosón, és és Krisztián pár másodperces videójában is benne van, készüljetek, mert jön a tél. Örülök, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!